Jó, és akkor itt ezt most hogy kéne előadni, hogy oda fentre feljussunk, látjátok? Ott még ráadásul van is egy lupó nevezetű. A térkép mondjuk eléggé segít, hát ne. Hogy onnan kellene ugye oda jutni, aha. Hé, de most nem, a kulcsot fölvettem az előbb, de ez mekkora nagy trészemét? Fú, na most egy picit kiégtem a checkpointon. Eddig tök korrekt checkpointjaink voltak. Ez most nagyon-nagyon szemét, pláne azért, mert egyrészt itt ezeket újra meg kell ölnöm. Másrészről azt a kulcs darabkát én azt fölvettem az előbb, és most nem tudom, hogy miért nem enged akkorát. Kulcsán az előző játékban se tudtál menteni, ezt én értem, de itt miért nem tudok menteni, itt miért nem lehet menteni, itt ahol most állok. Szóval miért nem tudok, miért nem dobott ki akkorát most az előbb? Látjátok? Nem dob ki annyira. Hát ezt hogy vegyem fel? Én ezt most nem értem. És akkor most halál, és kezdhetem előről, mert nem dob ki annyira ez a személy. Nem dob ki annyira. Akkor rohadj meg és dögölj meg ott, ahol vagy, te csimota fejű. Ezt most nagyon nem értem. Az előbb ugyanígy elugrottam egyenesen bele és kidobott a fenébe. Nem kell mondani, majd szólok, hogyha kell hátsülésre, szóval tanuljuk már meg. Nem csak nálam szabály, mindenkinél. Nem engedett megállni. Jó, jó, semmi van. És úgy dob ki, hogy damage-el! Jézusom! Na jó. Eltakarodsz a büdös fenébe.
szólj semmit. Hol vagyok? Kell, egy van nálunk. Az alapvetően probléma. Ó, bakker, nem ott van a lyuk. Kezdhetjük előről a pompolást. Emlékeim szerint nem játszottál a portálon, nem? Vannak hiányosságaim. Több szempontból, emberileg is, streamerileg is, gamerileg is. Hát nem. Senki sem lehet tökéletes. Az teleportok. Azok a fényes kutak. Azaz, így kell elrontani. Ennél a második résznél a türelem kifejezetten nagy erény? Oké. Hát igyekszem. Néha azért nálam is véges. Amíg én itt felgyorsolok meg ilyesmi, képzeljétek el, hogy a Disney Pluson van egy sorozat, a ILM, az a neve, vagy Light and Magic, egész pontosan az a sorozat neve. Hát mindenkinek ajánlom, de tényleg. Az ILM-ről szól, az Industrial Light and Magic-ről, akik a Star Wars speciál effektekért voltak a felelősek annak idején. Ők akkor alakultak meg, amikor az első film született, egész konkrétan. Nem ide akartam ugrani, jaj, de hülye vagyok! Ó, ne, és most megint beakadtam ott a semmibe. Szóval... tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, zseniális, hogy azok az űrgék mit műveltek. Milyen lefele? Ati, mi a kérdés? Ide oldalra kellene tempósan beugrani, balra. Hogy fönt kidobjon úgy, hogy át tudjak ugrani a fölötte lévőbe. Hát csak nem tudok úgy ugrani. Tehát, hogyha már túl nagy a tempom, nem fogok tudni ugrani. Így meg beakadok, így meg csak egy kis finkként jön ott ki. Yes, ezt akartam. Nanos! Nanos! Kol! Adjito! Láttad azokat a lyukakat körülöttünk? Úgy tűnik valami óriási lény csinálta őket. Indeed, és minden esetre örülök, hogy már nincs itt. Rendesül remek fejtörő feltérképezni valót hagyott maga után. Ha, innan zsuko? 250-ért tudunk venni tőle térképet. Hát ide persze, ha már ide ugrottam. Jó.
Azt mondja, hogy látjuk, hogy ott van a következő kulcs, meg ott van egy kulcs, meg... Ott. Ja, hogy itt a kettő között ott át lehet menni. Aha. Oké. Oké, oké. Tehát nekem... Ide kéne ugye eljutnom, mert ehhez kell négy ajtó. És itt vagyok most. Tehát fel kell ugranunk ide, és akkor innen kell tovább hatolnunk valahogyan. És lehet? De hogy ugorjak fel? Nem kellett volna megölni a békát, mi? Vagy... Igen? Mert ide lefelé lehet ugrani. És hogyha oda föl tudunk menni, az felvisz ide. Ez jó volt. Igen. Nagyon szép. Ez is elég gyönyörű. Mellettünk lévő az, azt nem tudom hova visz, nem látom az ikonomtól, mivel van összekötve, talán azzal fönt, igen, valószínűleg ez az, nekem erre kéne tovább jönni, tehát akkor a lámpást kéne használni, maradtam. Nem. Wow, oké. Hűnye! Igen, látom, hogy ott vannak az utak. Jó, maradt egy izé... HP-nyi lehetőségem. És hogy vegyem föl a kulcot? Valószínűleg nem ez volt a szép megoldás. Erre futotta. Erre futotta. Igen. És akkor nekem most vissza kéne menni. Egész pontosan. Ha ide beugrok, az ide fog hozni. Ha ide ugrok be, az meg ide fog hozni. Igen, tehát nekem valószínűleg vagy ez kell... Igen. Hopp, várja, mert itt is van egy húzóka. Ja, hogy te ott... De ez időre megy. Az hogy érek én oda föl? Ki tudtam mit ezt nyitni? Tehát itt van egy ajtó, amit kinyitok azzal a karral, ahol vagyok. Tehát nekem gyorsan valószínűleg vissza kell itt jönni, hogy itt kijöjjek. Elkapni a lámpást, beugrani ide, följönni ide. És innen még nem tudom valamit előadni, hogy utána gyorsan odaérjek. Mindezt a szélnél is gyorsabb tempóval. Valahogy így. Várjál, mert itt ilyen gonoszságok vannak. Jézus, várjám.
Atya ég. Ne bánts, légy szíves, könyörgöm. És azt meg lehet ölni ott fönt, vagy azt folyamatosan bántódni fog. A válasz a halála lehetséges. Félek. Köpj. Meghalt, jó. Hú! Oké. Okay. Jesus. Na várjál. Na várjál. Ugye van kettő teleport, van itt egy, ami oda fentre visz. Azzal lehet gondolom arra elindulni. És van egy második, ami meg a túloldalra visz. Kezdjük a másodikkal. Aha. Okay. Okay. Jó, ez megvan. És itt van ez a fal, az a válaszfal. Oké. Okay. Miért jobbra-balra húzom a kart? What? Csókolom! Hát ez egy nagyon nagy parasztság volt videójáték. Konkrétan elhúztam balra a kart, és nyomtam ezt a dodge izét, és elindult jobbra. Ez. Aha. Hát persze. Meghalt. És megvan a kulcs. És megvan a négy kulcs, és akkor már csak egy feladat van, valahogy vissza kell jutni. Látom, hova megyek, csókolom. Jó, ez így nekem jó. És akkor fönt... Még ide kéne bejönni, hogy oda be tudjak. Aha. No! No! Még azt hittem, hogy oda fel fogok tudni ugrani. Shit! Gyere, köpj! Az meg. Hol látom, hogy mennyi ilyen kulcsom van? Elmentette? Hihetetlen mentett a játék. Azt gondolod? Nekem is úgy tűnik, nem látom, hogy hol vannak, hogy mennyi kulcsom van. Azt keresem itt. Nem hiszem el, hogy nem lehet beugrani oda. Hogy elhúzta az ágat. Aha, ja, oké. Okay. Hogy kéne oda fölmenni?
Hát végül is. Így is lehet. Hárító. Közelharci támadások hárítják a lövedéket. Ó. Oh. Lehet, hogy erre már nincsen szükségünk. Lehet, hogy van már annyi HP-nk, hogy ezt használhassuk. Mit gondoltok ti erről? Oké. És itt nem tudunk átmenni, tehát vissza kell mennünk. Itt. Na. Ez még elég menő. Mondjuk alapvetően, amikor én megnyomom ezt. Oh, játék! Kétszer egymás után azért elmészte. Irgumburgum. Nagyon-nagyon finom dolog ezt csinálni. Kétszer egymás után nyomtam direkt ezt, hogy ne felkapaszkodjunk ott, és nem engedett. Na de a lényeg, ami lényeg, hogy megvannak a kulcsok, és nyitva az ajtó. Nehéz szülés volt. És a jutalmunk nem más, mint egy különös tábla. Találtál egy küldetés tárgyat, különös jelekkel van tele. Igen, küldetés frissítve, térj vissza Tokhoz, küldetésed részleteihez, vagy mit, amit tekintsen meg a valamit. Jó. Ez volt a lényeg. Tokhoz? Ő itt van, ugye? Aha. És akkor majd gondolom ez lesz a jutalmunk, ez a fa. Felejtettem, hogy melyet is tudom. És menteni milyen jól tudok. Jó, és akkor most föl kell jutnunk. Parfait. Kophettél volna hamarabb amúgy, haver. Haló? Elnézést, én szeretnék itt feljutni. Köszi, köszi. Feljutottam valóban, görög volt a falóban. Oké, Tok. Visszatértél, és az ott egy tábla, ha jól látom. Jól látod. Értem, ez egy útmutató a kövek olvasásához, de jó lett volna, ha van egy ilyenünk korábban, nem? Várjunk csak, hagyjuk. Visszafele van írva. Hát ennek így semmi haszna. Mi? Viszont kaptam egy valahol göc utcot. Jó. Igen. Annak mi híra? Kibeszélni azzal, hogy feléri a kulcsot az ajtóra, aztán bezárja az ajtó mögé, visszafelé van írva. De... És a... De csókolom. Én oda. Én azt hittem, ez lesz az egésznek a vége, hogy oda be tudok menni. Várj. Várj, mi?
Jaj, de hülye vagy, Márton! Már, na, nyugi, tehát visszafele van írva, tehát most visszafele kell lejátszani a kottát. És akkor kinyílik a fa. Izé, nem? Na várjál. Magas, alacsony, magas. Közép, közép, alacsony, magas. Aha. Aha. És hogy kezdem a magas? Ja, értem, jó. Magas. Alacsony. Magas. Közép. Közép. És mi volt a kövi? Alacsony! Kezdhetem előről, mi? Nem. Megjegyezte. Ah, oké. Okay. Nem esett le hirtelen. Ó, hála Imhotepnek, mit kapunk? Immár minden támadás 25%-kal nagyobbat sebez. G to the G! Nice! Meg a rakás. Oké. Okay. Akkor in that case ott hagytam valamit. Ja, mert ott az a izé, a kő összezárul, ezt amiatt nem tudtam összeszedni. Jó. Az utazásunk itt folytatódik. Megpróbálom megcsinálni azt a kihívás izét ott lent. Lehet itt álltam volna egy napot, de úgyis okosabbak vagytok ti, mint én. Nézzük, most látom, hogy Hirkszot írja, hogy visszafele van írva. Ő már tudta. Na, ugye ez egy ilyen harci szentély, négy, hogy hívják, van, hullám, amit meg kellene csinálni. A múltkor ezzel próbálkoztunk, nem annyira sikeres volt a megoldás a részemről. Nem látom magam, annyira villódzik, az a durva az egészben. Nem a legjobban sikerült szóval a dolog. Belementem a végén az utolsó izé hullámkeltésébe. Hoppá! Come on.
HP, 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 törzsd! Szép. Dodzsoltam. Izgi. Na majdnem meg volt az előbb, de elrontottam. Jó, ez egy jó első fázis volt. Dodzsoltam a szúnyogba. Jó, az is egy bogár megvan. Mi lenne, ha eltalálnak? És akkor elvileg most jön a last. Nem, harmadik jön, bocsánat. Ilyen vagyok, a sok szúnyogos, ezt mindig elfelejtem. Haló? Ütöttem. Oké, és akkor most kéne egy HP töltés. Kevésbé tudom követni, mi történik. Baby! Hú! Szóval a szilánk hely fejlesztés. Mostantól több szilánk lehet nálad egyszerre. Keres további szilánk hely fejlesztéseket, hogy még több szilánkot használhass. Tehát, ó, és megnyílt egy negyedik izé. Nagyon jó. És akkor ezt oda be tudjuk tenni. Hát ez rohadtul megérte. Wow! Hát a múltkori után ezt megcsináltuk. Nice! Nagyon szép! Oké, akkor azt mondja, hogy a következő a helyzet. Térképészeti ügyileg. Hogy állunk? Ott van egy kérdőjel és egy valami, megint egy ilyen kihívásos akármi. Setét víz, napon kovak ürökéni bejáratán a közelében szentély található. Elvileg itt található egy szentély valahol? Itt, aha. Vagy... Szerintem menjünk most vissza egyrészt ide. Nézzük meg, hogy tudunk-e fejleszteni, mert szerintem tudunk egyet fejleszteni, és nézzük meg, beszéljünk még egyet a békával. Én azt mondom, hogy zárásképpen a békához elmegyek, mert az lenne amúgy a fősztori következő etapja, hogy a békához menjünk vissza, és vele beszéljünk. Úgyhogy most visszamegyek ide, beszélünk ő vele. Egészen a paradicsomig eljutottál, azt mondják. Régebben kevesebb volt a tövis, de a luma tavak túlélték a romlás nagyját. Mit meg nem adnék, ha meglátogathatnám, de még dolgunk van itt. Az építész sohasem pihen, igaz? Jó, és akkor elvileg van pont 5 darab cuccom, amiből ezt meg tudom csinálni, tehát a szúrós szituációt azt el tudjuk tisztítani. A következő a tető a fejük fölé, ideje még több házat építeni, most nagy fán a tűz mellett. Jó, nem, ez az első, ezt megcsináljuk.
megküzdöttünk ezekért. És akkor most elvileg ott fönt volt egy ilyen rész, ahol ott tövisek voltak, és akkor azt leszedi ott. Aha. Plutty! Kivágja, gyomlálásba kezdünk. Milyen cuki segít, izé. Ori is neki. Nincs több tövis. A tisztás minden nappal egyre szebb lesz. Ezt már szeretem. Egy élmény volt, vagy kettő. Nagyon jó. Azt mondja, hogy ott van még valami extra cucc, vagy mi ott. Ott az. Meg ott van valami. Azt szerintem eddig azért nem tudtuk fölvenni, mert ott volt ilyen tövis. Még hogy megyek oda föl, azt még nem tudom. De tény, kevesebb a tövis. Hello? Hé, hey, oda, tessék meg akadni egy pillanat. Natra, jó, akkor itt felmegyünk. Szia, Moki! Na cső! Hopp, ezt elrontottam már mi? Elbizony. Várjál. Szóval ott van valami. Aha. Ezt innen kéne. Igen. Ide be tudunk lépni. Ó, oh, wow. Very big. Nagyon jó. Hát erre nem számítottam, hogy itt ez így lesz. Na most, és a túloldalra majd akkor fog tudni átmenni, ha a többi házat ide megépítjük, vagy hogy? Vagy innen most valami csodával határos módon... Nem, odáig nem tudok elugrani. És innen még hiába, még oda se... Aha. Na jó, hát akkor irány a béka. De előtte állítólag, ha mentesz, az sokat tud adni. A mentésnő feltölti a HP-t, nem? Yes, oké. Okay. Mehetünk? Szóval a BQC-hoz megyünk. Na várjál itt. Ez cheap. Hát erről nem volt szó. Fe. Szia, Gumó! Vagy hogy hívna? Lupó, majdnem. Légy üdvözölve szerény lakomban. Mi még nem találkoztunk. Hát ez hülye. Hát már tőle vettem egy csomó izét. Nem. Szóval csináld te, és számolj be nekem az összes részletről, a veszélyekről is. Segíts teljesíteni ezt a feladatot, és nagy kedvezményt adok bármelyik térképre, amire szükséged van. Fejezem néhány figyelmeztetés ezekről a térképekről, meg szeretnéd nézni? Meg. Hogy 4000, meg hogy 3000, meg hogy 2000. Aha, hát ez nagyon kedves tőled, hogy ilyeneket lehet venni. De ezzel ugye a lootot látjuk amúgy összességében a teljes térképen ezek szerint, mert megmutatja az összes energiacellát, életcellát. Bocsánat, szellemszilánkot. Anna is! Jó. Ez majd valami külön skill lesz, hogy ezeken a homokon át tudunk menni? Vajon? Itt feltankolok oxigén ügyileg. Hellóka!
A víz tiszta barlangok várnak felderítésre. Nem tudok magasra ugrani, mint te, de vagyok nagyon lelkes. Én lenni Obi-Wan... Nem. Yoda a mester. Lelkesedés mindenből kalandot csinál. Nagyon jó. De én sem tudok oda felugrani, tetyametya. Pedig szeretnék, megpróbálkozom. Ezek ilyen világító gombákok. Jó, még egy... Egy másodpercet engedjetek, de körülbelül az eddig tartott. Ugye itt most nem fogok tudni felugrani, vagy nem jól próbálkozom? Ilyen kis mókit kérek itthonra, ahogy nézem... micsoda? Gardigán zsebbe beleférne. Aha. Ja, gondolom, hogy később, mert még valami extra ugrás, vagy jump, vagy... Ja, ami volt az egybe is, az kilövellés, amikor lehetett így a... beállítani, hogy merre löveljem ki önön magamat. Ha értitek, hogy mire gondolok. Menjünk tovább. Úgyis a izéhez akartunk menni. Cső! Jó újra látni téged, méghozzá egy darabban. Mindketten megtanultunk, amit kell, megtaláltunk, amit kerestük, vagy azt talált meg minket. Engem nem könnyű lenyűgözni. Jó, ugye nála lehet update-elni. Van pénzünk update-re. Ez micsoda? Szellemgömb 10-10, ami magától támad. Legyen egy szellemgömb. Van ilyen szellemgömb feelingünk is. Lehet meg egy ilyen dárdát is lehetne. Vagy a meglévő cuccokat a másiknál kellene majd update-elni. Ez most ugye bekerült ide. Ja, aha, oké. Okay. Az mi az a cuki ott fönt? Mézd már ott a bottal, meg minden. Hát hello. Leszünk barátok? Kedves. Sok újdonságot láttam, mióta elmenekültem, megfagyott kertemből a viharok oldalán. De egyszer nem? A családom történeteket mesélt, hogy a te fajtád járta valaha e földet, ahol engem idegennek hívnak. Persze nem panaszkodom, mert csak nem elfejtettem milyen, ha az ujjam hegye puha földhöz ér. De még nem érzem, hogy otthon lenne. Találtál magukat, szellem? Neki kell az, amit találtunk. Nem? Vagy de? Vagy mi? Itt egyet ki tudok választani. Rokonaitól, a fényfogóktól eltérően ezek a függő virágok a hold fényéből kapják az energiát, nem a napétól. Úgyhogy ezt el lehet ültetni. Akkor vágjunk bele. Oké, akkor jó, ez az, amit találtunk, ide adja majd, vagy tudjuk elhordani ezeket a magokat, és akkor ezek el lesznek így ültetve, elszórja, és akkor gondolom a map különböző területein kinyílnak majd ilyen virágok, amik a továbbhaladást vagy egyéb dolgot majd gondolom segítenek. Csak tippelgetek, nem mondjátok el, de hogy így érdekes ez is. A hold az árapály hatáshoz hasonlóan ezekre a rejtelmes növényekre is különös vonzást gyakorol. Mindig volt egy csokor az asztalunkon, a kis kunyhóban. Anyám kedvenc. Szeretnél még ültetni egy kicsit? Nincs mit? Vér. A tisztás megszépítése. Aha, ez is egy mellékküldetés dolog. Jézusom, gyerekeket, itt már tele vagyunk küldetéssel. Normális, Margit. Normális. Na, menjünk a Béka bácsihoz. De ez is rohadt jó, nagyon-nagyon tetszik. Hát mennyire cuki feje van. Jó. Akkor mehetünk erre. Gonoszság. Hát te? Mufurc madár elmondta, hogy sok mokinak segítettél, és sok titkot találtál. Lifegős a füled ugyan, de tudsz barátokat szerezni.
Ja, ő volt az, aki a fülünkre beszólt, hogy milyen fülünk van. Fölfelé... nem, negatív. Hát így is lehet, de nem terveztem. Igen. Hüha. Hüha. Jó. Oké, és akkor még azt mondtam, hogy itt a békával kéne beszélnünk, mert az még így a küldetés lezárása, hogy így mondjam. Vagy megnyitása. Na, hello! Szóval a megtisztított... Lomanis! Üdvőjra, kis barátom! Bocsánat, elpámba hagyom. A mókik azt mondják, hogy megtanítottad a tiszta vizeknek, hogy folyjál. A bűz, ami a gyógyforrás fölött lebegett, eltűnt a lápunk, hálával tartozik neked. A hallgatag erdőből vezető keleti út nyitva el, de vigyázz! Ott él az, amit mi a mokik sikoinak neveznek, a szíve kő, a hangja fájdalom. Remélem megtalálod a barátodat, mielőtt ő lel rá. Tehát van valami sirály, vagy sas, vagy gonosz? Lezuhant, barát! Megyünk, hölgyeim és uraim, a következő célállomást meg kell találnunk barátunkat. Szia, Kovilil! Oké. Némona! Remélt adsz a földnek, kis barátom! Kicsit ilyen Jabba beütése van néha azért. Mikor rád nézek, egyszerre látom a múltat és a jövőt. A fakó évszak újra kizöldül. Oké, és akkor hogy megyek itt tovább, drága béka bácsi, erre? Ha például. Hopp! És sziasztok! A malom megébredt, a vizek tisztán folynak. Nyikorgó malom. Rohanó víz. Most már mi halászhatunk, fürödhetünk. Ez fontos? Ez fontos. A teljes játékban hol tartasz? Én nem tudom. Ja, ott írja a hírt, hogy egy halmat környékén. Ajaj, várjál, gonosz köpködő. Na várjatok, ott van egy ilyen teljes víz alatti szituáció. Ja, hogy ott pont volt egy hal, én meg azt hittem, hogy a víz mérgez. Aha. Szerintetek is nem volt túl bölcs dolog erre jönni? De szerintem ilyen. Jó, egy érc. De a másik oldalon nincs semmi. Vont. Na állj. Ott van valami. De az lehet, hogy innen érhető el, nem pedig onnan, ahol most vagyok. Ha csak... egy Jedi elmetrükkel fel nem fedezünk valami olyat, amit eddig nem tudunk. Nem tudunk. Jaj, ne, úgy nem mondod, hogy ez is még későbbi. Ne! Ez is csak később, ezt is csak később tudom fölvenni, ugye, chat? Mert ugye van az, amikor a falról ki lehet lőni magad. Azt gondolom, majd az a képesség kell hozzá. Pedig hogy megtaláltam itt ezt? Hát olyan boldog panda voltam egy pillanatra. És most megint lehetek bús panda. Még attól még nem jöttem rá, hogy az hol lehet. Várjál. Levegő.
Rájöttem. Ne hajj meg. Jó. Kiváló. Jó. És akkor most el kéne jutnunk egy mentési pontig, vagy valamíg, hogy befejezzük már a dolgot. Nyomd hosszan az A betűt, hogy gyorsabban úsz. Szerinted mit csinálok, tetyametya? Valós a sarokban mutatja, ha éppen nem figyeltem. Ehhez is kell az a, kell valami kilövősös képesség, vagy én nem tudom valami. Itt nem fog tudni most fölmenni. So sad. It's a sad situation. Hogy a nénikét bal lába szárát üdvözlöm. Menj. Azt hittem, hogy fagyos lesz. Köpjél már ide. Jó. Ide. Itt, ahol vagyok. Oké, kijutott. Az micsoda? Óvatosan, Ori! Ez az erdő nem lát szívesen minket. Most már hozzátartozik. Most szerintetek itt mentette a játék. Mert ez egy tökéletes drámai pont ahhoz, hogy itt innen folytassuk szerintem. Hallgatag erdő. Ó, és ott meg vannak kövülve. Vagy mi. Hát jó. Itt kéne a családegyesítést előadnunk. Valamelyik kunyhó kapcsán. Ugye itt volt a... Valamelyikhez volt kulcsunk, vagy valami ilyesmi. Ja, hogy ott most mentett. Jó, srácok, lányok. Ez egy tökéletes pont, hogy itt abba hagyjuk, szerintem. Nagyon sok mindent sikerült szerintem megcsinálni ma. És haladunk szépen előre a sztoriba. Az első kunyhó. Igen, én is, nekem is rémlik, de majd mondom, minden fogjuk folytatni egész pontosan. Szóval, hogy innen fogjuk folytatni egész pontosan majd a dolgot. Tetszik, hogy a menüben is mutatja a dolgokat. Igen, itt így körülöttünk, mindenhol itt így mutatja a dolgokat. Úgyhogy, ja. Na jó. Hát... Zseniális ez a játék, még mindig azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ma voltak nehéz pillanatok, amikor azért meg kellett küzdeni önmagunkkal, és egy picit így a játékkal is, de sokkal jobban bírtam, mint ahogy gondoltam, hogy bírni fogom, és sokkal jobban haladtunk, mint ahogy gondoltam, hogy haladni fogunk. Nem tudom, ez így mennyire érthető volt, de hogy én így érzem. Lehet, hogy ez nem így van. Lehet, hogy béna voltam és lassan haladtunk, de kiélveztük minden pillanatát. És voltak helyzetek, amik elsőre is sikerültek, és meg lett egy csomó extra dolog is. Úgyhogy, amúgy hogy bírsz ennyit ülni, a lábad nem fáj, egész nap általában ülök, utána meg, amikor nem ülök, mondjuk egy stream lemegy, akkor utána azért mozgok én is egy kicsit, meg átnyújtom magam, meg hasonlok, meg hát el kell kezdeni még többet ennél is mozogni, úgyhogy ezt tanácsolom mindenkinek. Jóga, futás, egy kis tesi, egy kis ez, egy kis amaz, minden kis apróság számít, úgyhogy
csináljátok. Én is, ha igyekszem, már nem mindig jön össze. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok, remélem, hogy élveztétek a mai streamet, nagyon szépen köszönöm a rengeteg támogatást, köszönöm szépen, hogy itt nyomtátok a hype-onatot, a követéseket továbbra is nyomjuk 1000-rel, nincs olyan nagyon messze az első lépcsőfok, az 5000-es követői szám elérése, nagyon nyomtátok már itt a januári hónapban is, de még azért nincs vége a hónapnak, legyen rekord, még egy 100-ast oda tudunk dobni, és a többi, és a többi. Mára viszont köszönöm a figyelmet, és találkozunk holnap este, amikor is nem ezzel, hanem az Asztarigosszal fogunk egy picit játszani, mert azzal is szeretnék haladni. Nem rossz játék az sem, úgyhogy várlak titeket azzal. Jó pihenés mindenkinek, és találkozunk holnap este. Sziasztok!